A 64. Tamási Lovasnapokon minden versenyző a maximumot nyújtotta, ami nem volt könnyű ilyen időben. Számos izgalmas versenyszámot láthattak a nézők a két nap során. A versenybíróknak sem volt könnyű dolguk. A dél-dunántúli kombinált fogadhajtó bajnokságnak az egyik fordulója, jól emlékszem, akkor a 7. kombinált akadályhajtás. A neve az egész nap folyamán pedig díjugratás különböző kategóriákban került megrendezésre. Én a fogatnak az irányításával, ennek a lebírálásával foglalkozom. Fogathajtás nem könnyű és nem veszélytelen sportág. Ez a kombinált fordulókban, még ha jól tudom, ebben az évben 2 lesz, egy a saját szervezésünkben Tolnamözsön, meg egy országos, illetve dél-dunántúli döntő Karádon, valamint ha vannak alágai ennek a versenynek is, például van a sima kombinált hajtás, ami most zajlik, itt vannak dönthető típusú akadályok, maratonkocsival fognak a lovasok versenyezni, a sima C-kategóriás akadályhajtásban, sejbák között zajlik a verseny, az egy kicsit más műfaj, de tehát ez az egyre népszerűbb kombinált hajtás is kezd feljönni ismét itt akár a megyében, akár a Dél-Dunántúlon. A fogathajtásba 18 versenyző nevezett idén. Augusztus 20 Tamási, akkor nem csak Szent István ünnepe, nem csak az új kenyér ünnepe, hanem búcsú és lovasnap. A 64. Tamási lovasnap megrendezésre került sor most a hétvégén. Ez az ország egyik legrégebbi, folyamatosan megrendezésre kerülő lovasversenye, lovasprograma. Több mint 50 éve itt a mögöttem álló pályán kerül ez megrendezésre. Mérhetetlenül büszkénk vagyunk arra, hogy egyik legpatinásabb lovasprogramra továbbra is tovább kerül sor. A versenyt a pályát bérlő Horstmann Lovasport Egyesület szervezi, rendezi évek óta az önkormányzat és helyi vállalkozók támogatásával. Elsősorban díjugrató számokat láthat a közönség, de itt a vasárnapi napon általában 20-án, a délután második felében a fogathajtás szerelmesei is szívesen kilátogatnak ide a pályára. Tartalmas programok vannak a Tamási Lovasnapon, és mindenki megtalálja azt a programot, azt a lovasprogramot, ami hozzá leginkább közelebb áll. Emellett ilyenkor ez egy közösségi pont, egy találkozó hely, vidék, erről hazajönnek a családok, a gyerekek együtt, kilátogatnak ide a lovaspályára. Tamásiban ez mindig is kiemelt ünnep volt a lovasnap és augusztus 20.
Színes programokat láthattak az ide látogatók ebben a két napban. Az idejövőben két napban tudtuk lebonyolítani, két szakág lovasai mérték össze tudásukat, díjugratók, illetve fogathajtók. A fogathajtás jelenleg majd most fog kezdődni. 18 fogat részvételével egy úgynevezett kombinált akadályhajtásba fogják összemérni a tudásukat. A verseny már tegnap reggel elkezdődött 10 órakor díjugrató versenyszámokkal, és a mai napon is a délelőtti folyamán a díjugratásé volt a lovaspálya. 19 versenyszámot bonyolítottunk a hétvégén, 238 starttal.